Na sziasztok, én Marki vagyok, és mai nap egy nagyon érdekes témával jöttem hozzátok. Srácok, ha tetszik, amit láttok, akkor iratkozzatok fel, és a leírásban ne felejtsétek el bekövetni a különböző platformokat, amik meg vannak adva, azt nagyon megköszönném, és segíthet a munkásságomat. Köszi! Nos, tehát a nézők nagy része gondolom ismeri a Five Nights at Freddy's játékot, és ha igen, akkor jól tudjuk, hogy mik azok az animatronikok. De aki nem tudná, annak elmondom. Az animatronik az maga az egész robot, és van egy jelmez alatt megbújó kis fém csontváz, ami mozgatja ezt az egész testet. Ez pedig az endoszkeleton. Tehát így épül fel maga az animatronik. Egyébként én is nagy fanja vagyok a Five Nights at Freddy's-nek. De a Five Nights at Freddy's nem csak úgy kiugrott Scott fejéből, hanem valóban léteznek ilyen animatronikok. A valóságban is. És tényleg van, ami meghűl és fura lesz. De nem is húzom tovább a szót, nézzük is meg a videókat. Első. Shovbiz Pizza Place. Ez a hely Texasban volt elérhető 1980-ban, de történt egy incidens, ami felborította az egész pizzériát. Mici, az egyik robot túlmelegedés miatt felrobbant, megsebesítve néhány embert, majd ez a pizzéria csődjét hozta, és 1992-ben meg is szűnt a létesítmény. Második, Chuck E. Cheese. Ezt az éttermet lehet, hogy ismeritek is, hisz elég nagy népszerűségre tett szert, ugyanis ez az étterem hasonlít a legjobban a Five Nights at Freddy's-re. És persze a sok fan meg is látogatta egyből ezt az éttermet, köztük egyébként én is meglátogatnám ezt a helyet, ha ott járnék. Nos, Chuck E. Cheese, a fő animatronik, használatban volt, majd oda megy egy srác, és Chuck E. Cheese megöleli. Nem akarja elereszteni, majd kis idő elteltével ereszti, majd megüti oldalról egy ember, és az ránéz egyből. Elvileg a Chuck E. Cheese-ben is volt egy gyilkosság, ugyanolyan, mint a FNAF-ban Purple Guy lehetett. Innen jött Scottnak az ötlet szerintem. Harmadik, elhagyatott animatronikok. Ezek a Chuck E. Cheese-ben leselejtezett régi animatronikok, most az új robotok vannak a színpadon, a régiek pedig hátul porosodnak valahol az étteremben. Igazából ebben semmi megmagyaráztatlan nincs, de elég ijesztő, ahogy ott állnak. Én biztos nem mennék így magamba így este oda be. Na nézzétek is meg a videót! Okay, open the curtains. Okay, this is Ralph the Wolf saying thanks for using the show selector. And we'll be happy to do the selection that you've chosen today.
And remember, we do work on tips only. So if you'll just come up and pat Rawls' tip jar here, I'll see the rest of the guys get their share. And Rawls, we're not supposed to be trying to get tips from people, folks. Ladies and gentlemen, we do these shows for free. We do whatever show you want us to do for pushing the buttons on the show selector. Earl, I'm sure they'd be happy to tip us. Rawls, come on, can it, bruh? Negyedik. Az igazi Finance at Freddy's. Nos, ez egyáltalán nem lesz ijesztő, de muszáj ebből raknom ezt a videót. Egy valószínűleg fan megcsinálta az eredeti Finance at Freddy's animatronikokat, és azt a helyet úgy is berendezte, mint ahogy a játékban van. Szerintem nagyon király lett, respekt a srácnak tényleg, aki csinálta az egészet, az egy király. Nézzétek is meg a videót. Ötödik. Elhagyatott vidám park. És utolsó helyre nem egy étterem kerül, hanem egy vidám park. A vidám park szórakoztató elemei mellett még az animatronikok is szórakoztatták az embereket, mára már egy épületben porosodnak, és szintén creepy lenne ott mászkálni egyedül, főleg este. Nézzetek is meg a videót! Nos srácok, én ennyi is lettem volna mára, kösz, hogy itt voltál, a leírást please olvasd el, és kommentelj, hogy mi a véleményed ezekről az animatronikokról, vagy a videókról. Na, én Marko voltam, sziasztok!